5 nap 317 km. Ez várt mindazokra, akik beneveztek az idei Bécs-Budapest ultramaratonra. A távot a legtöbbször eddig Bogár János teljesítette, aki hatszor nyerte meg a mostani viadal elődjét. Neki az első napokban gyomor problémái voltak, így hamar kiderült számára csak a dobogó lehet a cél. De ezt el is érte, harmadik lett összetetben. A legendát megelőzte ugyanis Belej Bálint. Ez még csak a második alkalom volt, hogy az ember próbáló futásra vállalkozott, de remekül ment számára mint az öt nap. Volt, hogy a táv egy részében Zabari előtt is futott, de alig ha csalódott amiatt, hogy ő lett az ezüstére. Hiszen a tavalyi győzelem után idén is favoritként érkezett Zabari János, és tulajdonképpen egyetlen percig sem volt kérdéses a győzelme. Mind az öt szakaszt megnyerte. Összesen 24 óra és 16 perc kellett neki ahhoz, hogy lefussa több mint 300 kilométert. Átlagosan 12 km per órás sebesség kellett neki ahhoz, hogy minden ilyen jól alakuljon számára. Egyéni évben összesen egyébként 12-en értek célba, köztük két hölgy. A svéd Frida Söder már 28 órával ráadásul az abszolút kategóriában is a negyedik legjobb volt, de Cibó Ágnes is megelőzött négy férfi futót. A csapatversenyben sem volt meglepetés, itt a Dover nyelviskola minden szakaszon a leggyorsabb volt, itt természetesen megnyerték az ultramaratont. A futók mellett pedig görkorcsójával és kerékpárral is sokan teljesítették a távot, így összességében idén is sikeres volt a Bécs-Pozsony-Budapest viadal.